Lombos Márton, a Momentum frakció vezető helyettesével kezdünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és a ma reggeli kérdezőtársunk Somodi Solymos Eszter, a Spirit FM szerkesztője. Szervusz neked! Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Akkor rögtön azzal a kérdéssel nyitnék, hogy az ön pártársa, Orosz Anna is bejelentkezett a közösségi oldalán, és aki leleményesen figyelte ezt a videót, egy ilyen kettős képzés merülhet föl benne, hiszen azt mondta, hogy semmi helye nincs. A kordonok azt a célt szolgálják, hogy a hatalmat elválassza a néptől, a visszajelzésektől. Majd azt is mondta, hogy az a kérésünk hozzátok, kedves diákok, szülők, oktatásban érintettek, gyertek ide a budai várba, ha ti is hisztek abban, hogy a státusztörvénynek semmi keresnivalója nincs az országunkban. Most akkor a kettő hogy is függ össze? Mi is a probléma a kordonokkal? Mert az egyik mondatában azt emelte ki, hogy tulajdonképpen, mintha nem lenne szabadság az országban, de aztán meg a diákokat kéri, hogy érkezzenek, aki a pedagógusokkal együtt érez, érkezzenek a helyszínre. Egy kicsit ez a kettős érzése van az embernek, hogy miért a diákokat szólítják föl. Kezdjük ott, hogy a kordon az egy szimbólum számunkra. Tehát tudjuk, hogy azért, hogyha elmondjuk a kordont, akkor nem lesz egyből visszavonva a bosszútörvény, de ahogy hazudoznak arról, hogy a kordon egy építkezést véd, valójában az újságírókat zárja el attól, hogy kérdezhessenek a miniszterelnöktől, meg mindannyiunkat. Ugyanúgy hazudoznak a diákoknak, meg tanároknak arról, hogy a státusztörvény az ő érdekükben lesz elfogadva majd, mert tudjuk, hogy tök mindegy, mit csinálnak, úgyis el lesz fogadva. Megpróbáljuk. Akkor miért leszedni a diákokat szólítják föl, hiszen hát, mert ugye ez a legbiztosabb, amikor a gyerekek vannak az első sorba tolva, és úgymond ők kapják az első pontot. Bocsánat, nem, ez egy nagyon rossz fideszes retorika, hogy ők vannak az első sorba tolva. Itt olyan diákokról beszélünk, akik értik a saját helyzetüket, akik másokért mennek el tüntetni, és azért gondoljunk bele abba, hogy hány olyan társadalmi csoport van, aki kimegy másért tüntetni. Nagyon kevés, úgyhogy inkább büszkék legyünk a diákokra, akik önálló gondolatokkal, önálló akarattal mennek ki, senki nem tolja őket oda, mi meghívtuk őket, hogy ha szimpatikus nekik ez a gondolat, akkor jöjjenek. Mi örülünk annak, hogy legutoljára ez átérezték ennek a szimbólumnak a fontosságát. Mennyire jó időzítés pont az érettségi hetében hívni őket? Hát látjuk, hogy mennyire, hiszen nem jöttek sokan tegnap. Így alakult, de lesz azért még május 19-én például egy nagy tüntetés, reméljük, hogy oda sokan el fognak jönni. Lesz utána is kordonbontás, lesz sok minden, úgyhogy meglátjuk majd. Bocsánat csak, hogy erre a kérdésre próbáljunk választ találni, amit itt felvetettünk az adás elején, hogy pont egy hete könnygázzal záródott a kordonbontás, tegnap meg gyakorlatilag végignézték szó nélkül a rendőrök, amit csináltak. Miért? Egy kicsit csalódott is lett volna utána, itt a riportunkban számolt be róla, hogy hát most nem volt semmi atrocitás, és hogy egyébként meg szép idő van, és nincsen semmi probléma. Tehát, hogy nyilván nem az volt a cél, vagy gondolom én nem az volt a cél, hogy botrány legyen, meg összetűzések, de hogy gondolja, akkor nagyobb eredményességgel hívják fel a figyelmet egy eseményre, és lehet, hogy a másik oldalnak éppen ez volt a célja, hogy most ne legyen akkora nagy felhajtása körül a történés körül, mint amikor korábbiakban volt könnygáz is. Nem a botrány a cél, az a cél, hogy elbontsák azt a kordont, hogy beszéljenek a diákokkal, beszéljenek a tanárokkal, a tanári szakszervezetekkel. Ez a cél, a kordon az egy szimbólum. Hogy miért nem volt nagyobb készültség, miért nem voltak agresszívabbak? Nekem két elméletem van, az egyik ugye ez, hogy egyszerűen nem engedik meg a rendőröknek, hogy megint így lépjenek fel, mert ugye a Fidesz mitológiának az alapja ez a 2006-os eseménysorozat, ahol, amivel párhuzamos képeket produkálni, az nekik borzasztó, mert az a saját táboruknak az inger küszöbét is átveszi. A másik pedig az, hogy reggel 7-re értünk oda, és ez váratlanul érte őket egyszerűen. Ez az, amit mondtam, hogy tehát, ha az újságírók tudják már előző este nem nagy titkosszolgálati módszerekkel, hogy hát ott reggel 7-kor lesz, amit a magyar rendőrség nem tudja. Ez elképzelhető. Múltkor az volt, hogy az újságírók ott vártak minket, és akkor már ők is látták, hogy ja, akkor itt lesz valami, akkor felkészülnek. Most azt láttuk, hogy utólag érkezett meg még 15 rendőrautó, és az újságírók velünk jöttek föl, vagy hát nem velünk, hanem velünk párhuzamosan, úgyhogy nem árult el senki, hogy itt mi történik, úgyhogy nem tudom, hogy most volt valami pegazusozás, vagy bármi más, ami alapján tudhatták volna, hogy ez lesz. Az első variáció, miszerint nem akarnak újra 2006-os állapotokat előidézni, könnygázt, diákot verő rendőr képét mutatni, ez talán valószínűbb. 7 pontos követelést ragasztottak ki, amelynek az egyik eleme a sajtószabadság visszaállítása. Mi a legnagyobb probléma önök szerint a sajtóval most?
A sajtóval? Igen, a sajtó korlátozottságát miben látják? Hát a sajtókor az például abban, hogy senki nem mehet oda kérdezni. Például abban, hogy a parlamentben... De csak a Karmelitánál lehet kérdezni? Hát nem, nagyon sok helyen lehet ne kérdezni, hogyha hajlandóak lennének válaszolni egy. Ugye nagyon sok, tehát azért mondom, hogy ez egy szimbólum, mert ahogy például nem tudjuk meg, hogy mi szükség van a honvédség lefejezésére, és a titkosszolgálatok, katonai titkosszolgálatoktól több tucat ember elküldésére, ugyanúgy nem tudjuk meg, hogy mi szükség van erre a kordonra. Ahogy nem tudjuk meg, hogy miért hazudják ezt építési területnek, ugyanúgy nem tudjuk meg, hogy miért mondják ezt a státusztörvényt a diákok érdekének. Tehát ez egy fontos szimbólum szerintem, és örülök, sokan átérzik. Ami a sajtószabadságot illeti, én parlamenti képviselő vagyok. Ha bemegyek a parlamentbe, teljesen normális lenne az, hogy egy újságíró odajött hozzám, és megkérdezhető, hogy miért szavaztam így, mit gondolok erről, mit akarok csinálni azzal. Ilyen nincs. Yeah. Én bármikor el tudom kerülni a sajtó munkatársait, mert összesen egy ennél a stúdiónál nagyjából kétszer kisebb, tehát fele akkora területen egy kis karámban állhatnak az újságírók. Ez sajtószabadság. És a sajtószabadságnak van egy még egy nagyon fontos aspektus, amiről nagyon keveset beszélünk. Az, hogy én elérhetek különböző médiumokat, tehát tájékoztatva vagyok, választhatok, hogy mit követek, de van lehetőségem, az alap. Így működik egy normális demokrácia. Jelen pillanatban nagyon sok olyan település van, tehát szerintem millió főben lehet mérni azt, akinek ez nem adatik meg. Aki választhat a kormánypropaganda, választhat a kormánypropaganda és a kormánypropaganda között, a csatornákat választhatja meg, hogy rádió, tévé vagy print. És ennyi. Így nem érvényesül az egyenlő tájékoztatás elve, és a sajtószabadság is korlátozódik. Megfordítanám a kérdést, mert eddig arról beszéltünk, ugye, hogy kérdezhessen bárhol az újságíró. Egy politikus megválaszthatja, hogy hol hajlandó nyilatkozni, vagy kutya kötelessége minden meghívásnak eleget tenni, hiszen neki is az az érdeke, hogy minél több platformon elérje a választókat. Hát az az érdek, hogy minél több platform elér a választókat, de hogyha vannak olyan sajtótermékek, akik magukat újságírónak hazudják, tehát mit tudom én, egy megafonos újságíró jön oda. Ezt a politikusnak kell eldönteni? Ezt a politikusnak kell eldönteni, mert hogyha látnunk kell, nekünk is meg kell húznunk egy határt, hogy én elmegyek ide az ATV-be, mert tudom, hogy kapok olyan kérdéseket, amit a választó, a nézőiket érdekli, de ha meghallgatom Bohár Dániát, akkor tudom, hogy ő egy politikai aktivista, nem az újságírói standardek alapján működik. Tehát nekem is van egy ilyen szakmai elvárásom afelé, aki tőlem kérdez. És a másik határ pedig az, hogy ha valaki mondjuk bemegy a Karmelitába, ahol a legfontosabb döntések dőlnek el, akkor igenis válaszoljon újságírói kérdésekre. Ha valaki mondjuk az esküvőjén van, vagy egy legény búcsú, vagy bárhol, akkor legyenek is magánélete, hagyják őt békén. És ez megint egy olyan határ, amit általában a fideszes aktivista médiamunkások, mert újságírónak nem nevezném őket, mert tisztelem a maguk szakmáját, nem tartanak be. Akkor még egy újságíró kérdést, ha megenged a 7 ponttal kapcsolatban. Az egyik ügy szól, hogy tiszta és szabad választásokat, valamint a pártkáderek leváltását is kérik. Ezt kifejteni bővebben, hogy mit ért ez alatt? Mert hogy választásokon mindig vannak ugye Európai Uniós megfigyelők is, és tudomásom szerint legutóbb nem találtak semmilyen olyan törvénytelenséget, vagy ezzel kapcsolatos nem indult semmilyen olyan eljárás, ami ellentmondott volna ennek. Igen, ezt úgy szokták mondani, hogy free and fair angolul, tehát hogy egy, szabad és egyenlő. Tehát az, hogy bárki oda mehet és x-elhet, arra azt mondom, hogy jó, nagyjából el lehet fogadni, azért lehet hallani önöket, hogy mondjuk közmunkások meg vannak fenyegetve, hogy láncszavazással be kell mutatni, kire szavaznak, oké, de valószínűleg nem ezen múlt. De egyenlő? Egy ilyen média viszonyban, egy olyan azt, környezetben. Lejt a pálya a kormány, a mindenkori kormány. Nem, bocsánat, nem lejt a pálya. Mi ellenzéki párként, mi nem a Fidesszel versenyzünk. Nekünk az államerő forrásaival szembe kell mennünk, és nem lejt a pálya, az két külön liga. Erre céloztam, igen. Én azzal folytatnám, amit Tamás már félmondattal említett, ez egy kicsit szubjektívebb, személyesebb kérdés, mert nekem is megütötte a fülem, amikor tegnap Gulyás Eszter kolléganőn kérdezte önt, és úgy fogalmazott, próbálom felidézni szó szerint, hogy hát itt vagyunk, szépen süt a nap, hopp, fél perc alatt lekaptuk a kordont, minden jó. És ön általában ilyen hangnemben nyilatkozik, kicsit ironikusan, cinikusan. Ez mennyire fér össze azzal, hogy itt erőt szeretnének demonstrálni? És ugye pont ezt mondja a kormány, hogy hát itt pár forrófejű fiatal balhézik, akiket felhetszeltek ellenzéki politikusok. Az a hangnem, amit ön használ, az nem táptalaj ennek? Nem ad súlyt az eseményeknek? Ez egy nagyon jó felvetés, és az én stílusomra már kaptam kommenteket, nyilván hogy örök is kaptak kommenteket a Karmelita Kolostorra, ez benne van. Valakinek tetszik, valakinek nem, ezt el tudom fogadni, majd javítok rajta, hogyha úgy van. De
azért azt lássuk, hogy tök mindegy, hogy én mit mondok, a kormány úgyis ugyanazt fogja mondani. Teljesen mindegy, hogy hányszor mondom el, hogy mi is békét akarunk Ukrajnában, minket úgyis háborúpártinak fognak bélyegezni. Tehát én abból soha nem indulnék ki, hogy a kormány majd mit fog ránk sütni, mert az nem a valóságról szól, hanem annak, hogy a táboruknak mit kell mondani. Igen, nyilván ez nem olyan értelemben nem egy személyes kérdés, hogy a Tompos Mártonnak milyen a stílusa, hanem hogy tud ezeknek az eseményeknek a momentum súlyt adni, és erőt, és nyomást. Mert hát, egyelőre nem tud, úgy tűnik. De tud. Tömegben semmiképp. A tüntetők, a demonstrálók számában. Majd május 19-én meglátjuk, hogy jönnek. Mi lesz május 19-én? Egy nagy tüntetés értem, hogy lesz Budapesten. Igen. Szeretném, minél többen jöjjenek el. Oktatási tüntetés, ez egy hatalmas tüntetés lesz a reményeink szerint. De igazából nekünk most a célunk az az, hogy ezt a szimbólumot mások is megértsék. És a legutóbbi, amikor volt az ominózus eset, amikor könyvgáz volt, meg diákok verése, meg engem, meg másokat bevittek, az egy olyan esemény volt, hogy mi nézőként, vagy tüntetőként voltunk ott. Tehát az, hogy menjünk fel a Karmelitába, az nem a mi ötletünk volt, az valaki bedobta a tömegbe, és utána megindult a több száz diák és tanár. Tehát, hogy nekünk ez a célunk elsősorban, hogy mások is megértsék, és ez átmegy. Most, hogy ott vannak, nyilván jó lenne, hogy 50 ezer lennének ott, nem 500-an, szépen lassan. Egyébként csalódottak voltak a helyszínen, hogy most nem volt könnygáz, mert voltak olyanok is, akik szerint a helyszínen várták volna, hogy legyen. Nem. Nem. És hogyha nincsen könnygáz, akkor könnyebben el tudjuk mondani azt, hogy ez egy szimbólum a 25%-os inflációval, a krumplira tett hatósági árral, a Erasmusszal, ezekkel kell foglalkozni. De vannak olyan hangok is, és vannak politikusaink is, akik azt mondják, hogy a tettek mezeire nem az utcán kellene lépni, hanem a parlamentben. A Momentum mit tud tenni a parlamentben? Bocsánat, nagyon nehezen állom megnevetés nélkül az ilyen kommenteket, tehát, hogy kiállok sajtótájékoztatót tartani, beadok egy módosítót, kit érdekel? És könyörg, tényleg? Tehát, hogy beadok egy módosítót, beadok egy törvényjavaslatot, leszavazzák. A Törvényalkotási Bizottságon sem megy keresztül. Tartok egy sajtótájékoztatót, hogyha ott vannak, nagyon köszönjük, hogy beszámolnak róla. Hurrá! Hány emberhez jut el? Ami ott történik a Karmelitánál, az sokkal több emberhez fog eljutni. Jó, hogy ezt mondják, épp ezt akartam kérdezni. Most említette, hogy majd jövő héten is terveznek valamit, és hát azért volt már a tavasszal több demonstráció, több meghirdetett tiltakozás különböző érdekcsoportok, a társadalom különböző rétegei körében is tényleg egyre nagyobb elégedetlenséget tapasztalunk, egészségügy, oktatásügy, különböző területekről. De mégis mi lehet az oka annak, hogy miközben őszintén szóval érzékeltően önök is rászerveznek az ellenzéki pártok sokszor, és segítenek ezeknek a tiltakozásoknak a tömegesítésében, hogy mégsem vonulnak százezrek az utcákra Magyarországon. Ellentétben mondjuk Franciaországon láttuk, hogy csak egy 2 éves nyugdíjemelés milyen hatalmas utcai demonstrációkat váltott ki. Igen, hát ugye szerintem már egy Gyurcsány korszakban megtanulta a magyar politikai elit, hogy ezt a nagyon cínikus logikát, hogy mindegy, hogy megunják, hazamennek. És amikor ezt tapasztalja rengeteg társadalmi csoport, akkor ők is azt érezték, hogy minek menjek ki, inkább próbálok más alternatívát találni. Ugye erre nagyon jó példa, hogy 5000 tanár adta be a felmondási lehetőségét a petíción. Tehát, hogy akkor találnak más módszert. A kukások mit csinálták? Nem szállítjuk el, hanem fizettek ki minket. Ez is egy megoldás. De itt szerintem a szolidaritás a kulcs. Tehát, hogy a Fidesz rendszernek az egyik alapja, hogy a hálót, amit egymással képzünk, a baráti társaságokat, a ismerettségeket, azt megpróbálja elvágni, és az államtól függővé tenni az összes csoportot, és ezáltal azt a szolidaritást, ami révén rengetegen kint lennének mondjuk egy tanártüntetésen, azt megszüntetni. Ugye nagyon más a helyzet egy nagyvárosban, főleg Budapesten, mint vidéken. Csak egy példa, itt ez a lombkoronasétányos történet, polgármester behívja a közmunkást, mert kitett egy smiley-t oda, olyan kontextusban, ami neki nem volt szimpatikus. Ezekről a helyzetekről sokkal kevesebbet beszélünk, és ott az ellenzék nem tud ott lenni szolidaritással, hálóval, miközben azért a választás az ezeken a településeken és a vidéken dől el. Tehát, hogy azt muszáj valahogy megszólítani az ellenzéknek. Mindkét helyen, igen. Tehát, hogy ott kell lennünk mindenhol konkrétan. Ott kellene lennünk mindenhol, de egyrészt nem felmentve magunkat, csak érzékeltetve a helyzetet, a Momentum tagságának összvagyona az, amit a Fidesz egy kedd délután elkölt egy bármilyen kampányra. Csak hogy lássuk az erőforrásbeli különbségeket. A másik pedig az, hogy Bedő Dávid és Tummer János nemrég voltak Edelényben. Ugye az egyik olyan kastély ott van, amelyiket a Lázár-féle csomag révén megpróbálnak majd megfelelő helyre átjátszani. 300-an voltak kint, egy Edelény méretű településen. Tehát, hogy próbálkozunk, megpróbáljuk.
nem tudunk ott lenni mindenhol, aláírjuk, tudjuk, hogy van rengeteg hiányosságunk, rajta vagyunk, csináljuk. Tombos Márton. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük ezt.